Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen a Szódról, és ismét egy vonalbejárós videó lesz, mégpedig egy itteni kis vasutat fogunk bejárni, amelyik a Szódról indult, és egészen Kartalig, majd még annál tovább Magyaros pusztáig is közlekedett. És innen egyébként, innen a túloldalt indul, de majd, hogyha kijöttem oda, akkor megmutatom. Akkor ezt nézzétek, itt egy ilyen nagyon meredek kaptató jött felfele. Elég meredek, és azért nem is itt jött a kisvasút a hátvasútig, hanem egy kicsivel arrébb, és két nagy kunkorddal. Nem, majd a térképet bevágom, megnézhetitek. Mert talán a fentről.hu-n is látszik rajta valami. Ugye 1962. december 31-én szűnt meg. Tehát lehet még szerencsénk, hogy egy 63-as fentről.hu képen fönn van. És egyébként nem itt jöttek egészen pontosan, hanem valahol, kicsivel még arrább. És egyébként itt van velem a helyi idegenvezető, ugye ez a Cogdali. Ő jobban tudja a kisvasutat, mert itt mégiscsak helybéli. Akkor majd megnézzük, arra fel kell tovább menni, ugye egy mennyit, néhány száz métert kell menni? Egyébként ez a kerítés, ahol itt vagyunk, ez az Aszódi Javító Intézetnek a kerítése, ez csak így mellékes történet. Akkor menjünk tovább. És akkor egy picivel megjöttünk, na valahol itt volt, ahol a kisvasút feljött és keresztezte a hármasutat. Hát nem ilyen egyenesen, hanem azért nyilván volt két azért, ha hatalmas nagy kanyar is benne. Ugye hát nagyobb íven kellett ezt az emelkedőt megmásznia, ami azért biciklivel is kihívás volt, hát még akkoriban egy C50-esnek. És hát itt valahol keresztezte a hármasutat, itt mellettünk alatt szintén bevezetett, és ez ide viszont már nem tudunk bemenni, úgyhogy megint majd egy kicsit kerülnünk el arrafele. És viszont van egy földút ott, ott el lehet menni nagy évvel, és vissza tudunk menni a töltési vonalára. A kisvasút nem sokat tudtam kideríteni, tehát azt, hogy pontosan mikor adták át és mikor épült, azt sehol nem írják, mi a kisvasút.hu-n se. De már a világháború előtt létezett. 1947-ben van róla feljegyzés, hogy akkor államosították. Az állami gazdaságtól akkor vették át, és 1962-ben, december 31-én szűnt meg a forgalom rajta. Legalábbis Aszód és Kartal között. Kartaltól fölfele még az állami gazdaság az igényt tartott rá, de forgalom úgy tudom nem volt rajta, és egy évvel később azt is felszedték. De 1963-ban nem engedték felszedni. Jármű állományról pedig annyit, hogy C50-esek jártak rajta. Azt hiszem 4 C50-esük volt. De majd a pontos listát leírom ide, mert az megvan. És egyébként annyit, hogy főleg a nagyvasút a ráhordás volt a szerepe. Hát inkább a gazdaságokból vitték a tervényt a nagyvasútra. Meg a tüzértelepre hoztak a igazából árut, tehát építőanyagot meg szenet a ugye a nagyvasútról, tehát ott volt egy átrakó a Szód állomás első vágánya mellett, és az átrakodás ott történt. Hát, majd tovább megyünk, aztán majd amennyire lehet nyomvonalat követjük. Hát akkor amennyire lehet követjük a kisvasút nyomvonalát, hát most ezen a földúton lehet valamennyire egyébként egy olyan 200 méterre, 100 méterre tőlünk balra, ott a laktanya területén belül ment a kisvasút. Még valószínűleg akkor még a laktanya nem ért addig. Hát azért dobál rendesen ez a földút. Úgyhogy nem nagyon fogok már videózni. És akkor itt vagyunk a kisvasút nyomvonalán. És megkerülve, hát eléggé benőtte már a gaz, de ott egyenesen is. Kilókadom mindjárt a Hóvilág utcán, mert meg a kisvasút ment. Itt is van. Hát látjátok, eddig szenvedtük el magunkat. Ez a Detk zugló villanyvezeték. És mellette azt hiszem a 120 kV-os tüzépárja van, az meg a pesti 120 kV-os körgyűrűbe leviszi az áramot. És egyébként itt ment a kisvasút arra, ott a Hóvilág utca egyenesen. És mondja, ránézek mindjárt a térképet, de én úgy emlékszem, hogy tudom, hogy egyenesen kell menni, és egy benzinkútnál van benne egy kunkor. Valahol ott át kell menni az út túloldalára, és ott van egy benzinkút, és annak a helyén ment a kisvasút. És akkor látjátok, innen jött a kisvasút. Egyébként itt a jobb oldalt jött, hogyha lehet hinni a korabeli térképeknek. És errefele egyenesen ment tovább. De hát, hogy látjátok, ez magánterület. Gödöllő Tangazdaság ZRT, annyit látok írva. És hát magánterület Csorompó is van, ide nem mehetünk be. De itt, amúgy erről megkerüljük, aztán visszamegyünk. És ott egyébként már Kartalon vagyunk közben. És hát ugye átküzdem magunkat a Szántóföldön, most már műúton. És ott egyébként van szemben egy épület, ami áruraktár is lehetett. Az is lehet, hogy a kisvasút. Bár nem hiszem minden, ezért jobban megnézve ez nem.
pedig úgy adta volna magát. Tudjátok, hogy ezen az utcán jött a kis vasút, szerintem ott a járda helyén, nekem az a gyanús, és itt átjött az úton, és ott nagyjából a kocsimosó magasságában elfordult jobbra, és itt az Emse patakon keresztül menve csinált majd utána még egy balost, és úgy ment rá a következő mellékutcára majd, amerre megyünk. Tehát még azt lenne érdemes megnézni, majd kicsit tovább megyünk ott, ahol a híd van, hogy a kisvasútnak is lennie kellett egy hídjának a patakon. Az lehet, hogy még megvan. Ugye felisztették a sineket, hogy híthoz nem szoktak nyúlni, hogyha nem muszáj, mert azából az csak mocella felszedni. Van a kisvasút valahol erre jött, és itt volt az elágazás. Igen, és innen volt, itt volt a szájmonali kiágazás, most már biztos, és itt vagyunk most a nyomvonalon. Egyébként nyíl egyenes, csak hát látjátok, hogy milyen, de hát meg kellene rajta végig menni. És utána ott át tudunk menni valami földúton a másikra. Elmegyünk a végén, és azon visszajövünk, és akkor mind a kettő meg lesz. Akkor mehetünk. Nézzük meg, hogy mire jutunk. És akkor ezt nézzétek, földút itt a kisvasút nyomvonalán. Eléggé benőtte a gaz, és egy-két helyen vannak benne gödrök, de azért viszonylag jól járható biciklivel. És akkor nézzétek, erre fele kell tovább menni, és ott, ahol lesz egy ilyen régi víztorony, ott volt nagyjából a végállomás is. Ez még kb. 500 méter a térkép szerint. És akkor itt vagyunk az Emse pusztai szájvonalnak a végállomása, ugye ezt jártuk be először, majd innen átmegyünk a másik vonalra, és végig megyünk azt is. Hát remélem, hogy valami jobb út vezet oda, mint amin itt jöttünk. Ez egy-két helyen kriminális volt, de hát reumás, megint nem leszek egy odabbig, mert annyi csalán összecsipkedett. És hát pontosan nem lehet megmondani, hogy merről jött a vasút, de mondjuk ezt az emelkedőt neki is le kellett küzdenie, tehát valószínűleg követte az utat. Valamelyre viszont, hogy a térkép nem egyetlen ütelmű, és itt van ez az épület, ami egyébként úgy néz ki, mint egy kilátó, de nem, ez egy víztorony volt. Mégpedig itt az Emse pusztai lakosságot látta el valószínűleg vízzel. Hát magából a faluból nem sok maradt, mondhatni semmi. De valahogy a szántóföldek környékén volt a, ugye az a tanyavilág, ahova kijött a kisvasút, és ugye nyilván innen hordott rá a nagy állomásra takarmányokat, meg ugye terményeket. És ha arra megyünk tovább, akkor át tudunk menni a másik vonalra, és akkor majd bejárjuk azt is. Hát érdekes minden esetre. Kilátás viszont, mivel sajnos fölmászni nem lehet ebbe a toronyba. Azért közelebbről még megnézem. Ezt néztem meg, ott egy fürdőkád. Pont a víztorony alá tették. És itt van a lúnézetbe. Hát ennyi. Hát ha lehetne, akkor fölmásznék rá. Na majd elküldöm Urbex Gyulának. Hát ha még nem tudja róla, hogy ez itt van. Arról jöttünk onnan, és elértünk a kisvasút így a fővonal nyomvonaláig. Visszafele majd erre megyünk attal, és akkor meg lesz ez is, de itt jött, és így tovább erre. És utána ott hamarosan majd jobbra, és akkor onnastól kezdve csak egyenesen. És ezt nézzétek, így jött a kisvasút, és innen már nyíl egyenesen haladt, kb. 3 km-re van a végállomás. Látjátok, ez a, itt ment a kisvasút és Magyaros puszta végállomás, az még kb. 2 km-re lenne, viszont most nem tudunk addig elmenni, mert kifutottunk az időből és vissza kell fordulni, meg hát azon a szalúton, amin jöttünk, azon elfáradtunk annyira, hogy most így közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy itt visszafordulunk, és bejárjuk még a régi nyomvonalat, ami hiányzik belőle, ugye azon megyünk vissza Kartalig, visszakutatunk az elálkozásig, és utána én ezért legudulok a szóton a vasútállomásig, és a következő vonattal hazamegyek. És gondolom, hogy neked is ilyen terveid vannak, hogy majd hazagudulsz a szóttól. Igen. Csak te hamarabb hazajesz, mint én. Úgyhogy akkor ez a videó az egyébként ennyire van, de hát majd még bejelentkezek az elágazásnál, mert ezt még azért végig nyomjuk, plusz még azért, hogyha valami látszik, akkor még megállunk fényképezni. És akkor mehetünk is vissza. Na, előre az ellenfény, na szóval innen. Erre jött a kisvasút, amelyről most mi jöttünk, és itt volt, itt kanyarodott rá is. Ugyanaz a villanyvezeték volt, tehát itt még egy darabig el kell menni ezen a földúton. És visszafele, mert ezen az úton nagyobb szerencsénk volt, mert ez az út ez végigjárható volt, ráadásul errefele szinte végig lejtett, szóval igazából csak gurulni kellett, sokkal jobban haladtunk, mint a másik irányba. De még szépen elcsorgunk itt addig az elágazásig, ahol elfordultunk a rosszabbik útra. De végig is mondhatni, hogy jól csináltuk, hogy először bejártuk a nehezebb terepet, aztán amikor meg már fáradtak voltunk levezetésnek, már jött a könnyebb. Mert látjátok, hát eddig jöttünk, mondom, követtük a vezetéket, és visszajutottunk ide, ahonnan elindultunk. Ez a billencs már akkor is itt volt. Itt valamit nagyon áskálódnak, itt végig az utcába.
És hát igen, ez volt a másik. És ugye arra mentünk akkor tovább, az volt a nehezebbik út a másik. És gyakorlatilag innen meg már ismerős a környék, úgyhogy... Innen már csak lefelé. Innen már csak lefelé, úgyhogy egyenesen a vasútállomásig. Át kell tekernünk Altalon, aztán meg a Szódon. És ott vagyunk a vasútállomáson. Úgyhogy arrafele, amerre a kis vasút ment. Úgyhogy akkor, na mondom, akkor... Innen akkor el is tudok búcsúzni. Lehet, hogy még a vasútállomáson felveszek egy kis littet, de... Vonalbejárós videó az körülbelül ennyi volt. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd legközelebb találkozunk. Sziasztok! El akarsz köszönni, akkor még most megteheted. Sziasztok! Köszönöm Adalinak, hogy eljött. Én is köszönöm az idegenvezetést. Úgyhogy mégiscsak helybéli vagy, te jobban tudtad, hogy mi merre van. Igen. Úgyhogy akkor ennyi lett volna, sziasztok! És amikor már azt hinném, hogy innen már eseménytelen lesz a hazaérkezés, akkor jön 60 megaszót között a Bizbelhiba. Tehát már itt kéne lennie 10 percnél az agramnak, de még sehol, sőt még el se indult 60-ból, mert és úgy tűnik, hogy csak egy vágányon állomás távolságban lehet közlekedni, tehát most kiengedtek egy vonatot 60 fele, meg kell várni még az átér 60-ra, és majd valószínűleg csak utána engedik majd a miénket. Tehát akkor az agram az megint késés lesz, az nem áll meg Kőbánya felsőn, se Rákoson. Úgyhogy majd attól függően, hogy mikor érünk Gödöllőre, majd döntök, hogy este 80-asra szállok át, vagy hévre.